De így volt az igazi. Hello, hello! Nessai vagyok. És én egy igazi, epikus gamer vagyok. Úgyhogy ma a világ legjobb játékával fogok játszani. Minecraft! Ha te is egy igazi, epikus gamer vagy, nyomd meg a lájkot háromszor. És iratkozz fel. Édes Istenem! Nyugi! Mivel, hogy 200-as intelligencia hányadossal rendelkezem, srácok, ezért rájöttem, hogy ma már mindenki, aki 5 éves és menő, az Fortnite-ozik. Ezért a Minecraft egy menő retro játék lett. Úgyhogy nyomjuk. De ez rossz verzió. Mi az, hogy rossz verzió? Hát már most nem jó. Hát még el se kezdtem ezt a szart, és már most nem jó. Christian Channel, köszönöm szépen a feliratkozást. Mobilos. Mi a különbség a mobilos között? Hát jó ez, hát Minecraft. Hát mi az, hogy mobilos? Hát Minecraft, bazd meg. Tök mindegy, hogy mi van oda ráírva. Mi az? Ez a Windows Edition-ös. Szarab, mély szarab. Hát ugyanaz, hát Minecraftozni kell benne. Neked ez is jó. Na, végre valaki. Köszönöm szépen. Neked ez is jó. Na, tehát akkor megy. Játék. Igen. Új létrehozása. Új világ. Ugye ezt? Igen. Na. A világ neve. Ez nagyon nézett lesz. Felkiáltójel. Alapértelmezett játékmód. Túlélés. Survivor. Iratkozz fel, ha te is survival hardcore játékos. Mit csinálok az életemben? Nehézség. Normál. Nem tudom. Igen. Világ típusa végtelen. Igen. Baráti tűz. Ne előjön rám senki, meg ne jön ide senki. Tűz terjedése, dinamit robbanás, mobzsákmány, igen. Van valami, amit be kell kapcsolni mindenféleképpen? Amit így kell. Csalások. Az kell nekem, az csalások. Hát add ide nekem, hadd csaljak. Koordinátákat. Az hol kell? Koordináták. Koordináták. Ott beállítottam. Nagyon jó. Nem több játékos, nem. Takarodjatok, senkivel nem akarok játszani. Mármint, hogy nyugi. Így. Így jó? Mehet a létrehozás? Jó, ez így jó? Lipcsei Márk, köszönöm a csírt. Hali főni egy kis üzenet. A kocka kockázni fog, hogy kockáztassa életét. Nézőkkel fogsz játszani? Nem, hát most én tanulom a Minecraftot. Csalásokat kapcsold, mert nem kell a csalás. Nem kell a bónuszláda se, nyugi. Én értem, hogy ez a Pocket Edition. Jó, az elfér a zsebembe. Na, mehet. Már töltődik. Édes Istenem, soha nem izgultam ennyire. Amikor egyenesen... oda néz. És milyen skinem van? Mindenki írja le a kedvenc Minecraft skinjének a nevét. Az enyém ez. Nem. Édes is. Jó. Hol a hád? Várja, nincsen hád. Ez így nem jó. Kikapcsoltam. Hol látom a dolgokat? Hogy mennyi életem van, meg ilyenek. Így látni igazán a skint. De jó. F1. Nagyon jó. Ez az. Epikus gamer vagyok. Már látszik is az életem, meg minden.
Na, akkor először a fákat kell ütni, ugye, srácok? Üssünk fákat. Nagyon jó. Tudtátok, hogy az igazi Minecraft játékosok külső nézetből játszanak? De jó eddig. Várjál, a sima fákat könnyebb szétütni? Mint a kemény... de rakja neki. Na jó, így semmit nem látok. Nyomjuk így. De rányúlok. Nagyon jó eddig. Nagyon jó. Elképesztő faütlegelés. Jó. És még mindig így lebegnek a dolgok? Na nem baj. Jó, és mi az első feladat, ha kiütöttem rengeteg fát? Akkor mit kell csinálni? Nem kapok XP-t? Hogy statpontokat osszak? Van ott az élet alatt valami XP-csík. Nem tudok szintet lépni? Kraftolni kell. Kraftdobozt kell csinálni. De hát először, várjatok, akkor először keressünk valami táborhelyet. Mik azok a kreatúrák? Gyere már ide! Mi? Gyere már ide, mi ez? Ez egy bárány? Azt lehet ütni? Kapja! Elképesztő PvP! Kapta a bárány. Ú, és most kaptam XP-t! Hülye vagy, értek én ehhez. Na, itt van egy tök nagy mező. Ide építhetünk házat, de itt nincs víz. Nem kéne valami tengerpart, vagy ilyesmi? Várjatok, most epikus gamer felfedezések vannak. Itt nincs víz sehol. Ott a víz, hát, gyerekek, hát itt a kis tóparton fogok letelep. Áó! Fájt. Ez egy folyó. Ott lesz az én házam. De elképesztően izgalmas. Ennyire epikus gamernek még soha nem éreztem magam. Na, itt lesz a ház. Itt a kis tehén, meg a bárány mellett. A bárány neve legyen Jenő, a tehén neve pedig legyen... Barom. Nem tudom. Jó, na mit kell először csinálni? Hogy kraftolok? Ú, basszus, hal is van, oda néz. De jó. Na, hogy kell kraftolni? Escape? Nem. Tab? Nem. E betű. Igen. Mit kell csinálni? Berakom a tölgyet. Nem. Nem tudom. Nincs erre. Ú, tölgyfa. Azt mondtátok, botot kell csinálni, nem? Úristen, de bonyolult ez a játék. Crafting table-t kell csinálni. Crafting table... Így nem tudok keresni? Ja, de gondolom magyar. Magyarul hogy hívják a crafting table-t? Deszka kell. Deszka. Tölgyfa deszka. Ú, ott van! Ott a deszk! Ú, deszka! Hát... Láttátok, hogy milyen tölgyfa deszka? Igen. Barkácsasztal. Ott. Egy darabot akarok csinálni. Barkácsasztal. Hát ide jött a kis Jenő is. Ugye milyen jó vagyok, Jenő? Nagyon jó. Barkácsasztal. Hát, mit tudom én. Ott a barkácsasztal. Azért hihetetlen jó. E betű. Vagy nem ebbe? Hogy tudom használni a barkács? Barkácsolás, igen. És akkor most kéne ilyen csákányokat, meg ilyeneket csinálni. Bot, nagyon jó, botot kell csinálni, azt mondtátok, ugye? Bot, azt ide be lehet írni, ide is, hogy bot. Bot. Mindenből csináljak botot? Bot, jó, mindegy, csináltam 16 botot, és akkor botokból kell csinálni csákányt, nem? Azt így kellett valahogy. Nem? Várjál, hát be tudom írni, hát van itt ilyen segítségdoboz. Oda írom, hogy csákány. Ott, olyan csodálat, csákány, már meg is van.
Nagyon jó. Nagyon jó. És már be is ekvippeltem. Oda nézz. Oda nézz a csákányos, skines mindenségit. Jó. Balta is kell. Édes Istenem, ennyi feladat. Azt mondja, hogy balta. A baltához nincs. Mi kell a baltához? Azt nem engedi. De miért nem... Ja, mert rosszra nyomtam. Igen. Balta. Nagyon jó. Baltám is van, és mi kell még? Most kell kő. Követ kell bányászni? Kardot is készíts. Kardot is készítek. Totál... Oda néz. Kard is van. Kapa. Kapa is kell. Hát mennyi szerszámot kell ebben a játékban csinálni, bazd meg? Mi ez? Mezőgazdás szimulátor? Kapa. Tessék, kapa is van. Jó. Szedjek még fát, azt mondjátok. Megyek fát szedni. Kontroll a sprint. Nagyon jó. Úristen. De hát kézzel ugyanolyan gyorsan ütöttem a fát, mint a... Ja, mert hogy baltával kéne a fát, ugye? Epikus egy gamer vagyok. Igen. Nagyon jó. Skep, köszönöm szépen a donation-t, és Muffin, köszi a 8 hónapot. Főni, én csak ki akartam önteni a nyálat, hogy luv-luv, de most csak pislogok, mint hal a szatyorba, hogy mi van. Na, de mindegy, kellemes megülést, én megyek, mert menni kell, mert miattad megint találkozunk az illetékessel. Hajrá, Muffin, hajrá. Mark, köszi a cheer-t, azt már voltam, azt már mondtam. Azt mondja, hogy... ásót is kell csináljak. Mi a különbség az ásó meg a kapa között? Kell hozzá nagy harang, tudom. Jó. Na, most mehetek követ bányászni? Valahol elindulunk le. Ú, de ott van valami nagy és piros. Mi ez? Hát, várjál, hát tönkrement a... Hova lett? Hát tönkrement a csákányom. Hát nem volt rá kaszkó, vagy valami? Vagy csinálnom kell még egy csákányt? Ja, hogy az ott egy gemba? Ú, de várjatok, soha nem tálok haza. Igen. Nem. Mi volt az, ami volt? Csákány volt. Ugye csákány. Nagyon jó. Ja, kidobtam. Hogy dobtam ki? Hogy lehet kidobni dolgokat? Nem baj, majd tönkre megy, és akkor... Ja, hogy a Q-val dobom ki a dolgokat. Jó. Na, most irány a bánya. Ott van valami. Epikus süllyedelem. Itt fogunk bánya be. Oda néz, már kész is van. Kő. Már... Nagyon jó. Mi? Az így... Harc van! Bocsánat. Szintet léptünk. Egyes szintű vagyok. Kapta a halt. Vége van a csontváznak. Megmentettem az emberiséget. Léci, aki elmúlt 12 éves, ne iratkozzon már le. Hadd érezzem már jó magam. Szedem a követ, nyugi. Nagyon jó. És tudom mit, gyémántot kell gyűjteni, ugye? Gyémánt páncél, gyémánt csákány kihívás. Az a jó, ugye? Az a menő. Akinek gyémántja van, az ilyen nagyon nagy fasz. Mármint, hogy az nagyon pró. Ez meg a szén, ugye? Ott a szén. Nagyon jó. Adjunk még rá muzsikát. Olyan kellemes a Minecraft zenéje. Az a kedvencem. Hang. Zene. Nagyon jó. Igen. A követ is szedek még. Minden szedek. Csak már nagyon lassul a csákányom. A szenet azt ilyen nagyon lassan szedem.
Esteledik. Na, az nagyon veszélyes az este. Mit csináljak? Már házat kellett volna építenem, ugye? Jajjaj, ez nagyon félelmetes gamer momentum lesz. És mi van, hogyha kőcsákányt kell csinálni? Amúgy ide így elmenekülünk, de valahogy lehet izét is torcsot csinálni, nem? Fákját, és akkor oda nem tudnak spónolni. Hogy kell csinálni fákját? Azt mondja, hogy fákja, ott tudok, hát epikus gamer vagyok, hát tudom, hogy fákját, bazd meg, hát azt hiszitek, hogy hülye vagyok, itt most nevettek rajtam, de mindent vágok a Minecraftba. Ottan, na, ennyi. Így, és akkor itt jöhetnek. Szia, Nessze, nem igazán ide tartozik, de mit gondolsz a Leclerc first step-en küzdelemről? Hát amúgy ilyen küzdelmek kellnek a Forma 1-be. Én Ferrari drukker vagyok, nyilván örültem volna, ha megbüntetik first step-en, de mostanában a büntetések a Forma 1-be rohadt gázok, úgyhogy örülök, hogy nem büntettek végül is. Várjátok, srácok, most itt epikus farmolás van, és akkor utána majd megmondjátok, hogy mit csináljunk. Most amíg itt este van, addig itt szedem a dolgokat. És akkor majd utána majd megmondjátok, hogy mi legyen. El kéne rendeznem az inventorimat. Ezek az eszközeim, a fát, meg ezeket visszarakom, az most nem kell. Rakok még le ilyen fákját ide, hogy hagyjanak már békén, úgy. És akkor ide hát, ha nem spónolnak. De ugye úgy van, hogyha csinálok fényt, akkor oda nem spónolnak a gonoszok. Azt ugye jól tudom. Igen, nagyon jó. Most már itt nem fogok majd tudni visszamenni, az a baj. Kell a fő, hol a főd, amit kiástam? Itt valami itt begyvászkodik, ide hallom. Az a creeper, az a robbanós, ugye? Meg a pók is! Nem, az nem creeper, az mi az a genyó? Na mi van? Nem tudsz ugrani? Na mi van? Hát, Jézusod, de hát több lett! Hát gyermekeket nemzett! Takarodj! Kapta. Level 2. Ja, hogy az a slime. Azt nem tudtam, hogy olyan is van. De most már nincs. Úristen. Ott hogy úsznak az epikus gamer pókok a gamer csirkékkel? Na mi van? Na mi van, pók? Na mi van? Gyere! Azt hiszed, kemény vagy? Hát ráhányok a tarkódra, gyere ide! Ennyi. Csém, hát úgy farmolom az XP-t, hogy... Na, gyere! Taktikusan bemérem. Nullos. Esélye nincsen senkinek. Jó. Most már lehetne világos, mert menni kell építeni. Itt megcsinálom normálisan a bejáratot. Mindjárt tönkre megy az egyes számú csákány. Lehetne hangosabb a játék, mert ilyen ijesztő hangok vannak a Minecraftban, nem? Jézusom, már most be is szartam egyből, ahogy eltört a csákányom. Valaki hörög. Bár lehet, hogy csak egy nagymama horkol, nem tudom. Mit kell megenni? Nyálkagömb. Pókszem. Az hogy kell megenni? Nem eszem meg. Hát mi vagyok én? Valami ilyen tepertős bolond? Na várjál, kirakom a földet. Itt hídépítés van. Úgy. Na, epikus bányászat.
Hol a szén? Úristen, annyi kövem lesz. Abból fogjuk építeni a házat. Mint a kismalacnak, kőből lesz. Azt nem tudja elfújni a farkas. Úristen. Hallom az epikus gamer sikolyokat, vagy hörgéseket. Bence, köszönöm a csírt, szia főni, sajnos én már 2 hete kórházba fekszek, mert volt egy súlyos balesetem, ilyen videókkal legalább mosolyt csalsz az arcon, ami most elég nehéz, nyomjad neki. Bence, jobbulást, haver, remélem, hogy minden rendben lesz. Kitartást. Köszönöm szépen. Valaki zongorázik a föld alatt? Hát milyen kibaszott műveltek ezek a zombik, te? Egy kis Brown, egy kis Mozartot így nyomatnak. De. Nagyon durva. Mik vannak? Én nem tudtam, hogy ilyen műveltek ezek a zombik. Na jó, nappal van már? Még mindig nem. De amúgy nem is lett éhes a karakterem, vagy mikor lesz éhes? Ott egy zombi! Jézusom! Szőke haja van! Hát, az nem egy normális hajszín, hát menj már innen. Úristen, ott egy creeper, azzal nagyon kell vigyázni. Azt le tudom venni róla azt a sisakot? Add már ide! Nem, még nem kaptam sisakot. Megküzdök a creeperrel. Azt hiszitek, hogy beszari vagyok, de nem. Na gyere! Kapta. Vízi zombi! Vízi zombi! Nagyon félek. Mikor fog felrobbanni a crapper? Jaj, most ott vagy villandózik! Jaj, édes Isten. Nagyon durva volt. Na, mit építsünk? Most bányáztam egy csomó mindent. Mi ez itt nálam? Szigony. Azzal mit tudok csinálni? A halat nem tudom megszigonyozni. Hol volt a hal? Az előbb volt egy hal valahol. Ágy kéne meg ház. Na jó, akkor építünk házat, srácok. Eljött a pillanat. Ott 54 kő. Az kell. Ilyen kőből kell házat építeni, ugye? Most így lesz. Hú, de epikus ez. Nagyon jó. Itt a fa alatt fogok lakni. De jó. Na, ez így, ez jó. Na, úgy. Milyen magasnak kell lennie a háznak? 3? De jó vagyok. Hát gyerekek, hát innen lehet. Jézus fassa, mi a így? Takarod! Kapta. 4 magasnak kell lennie. Akkor még kell hoznom követ. Jó, ez a szigony, meg ezeket, ami így nem tetszik, azt így kidobálom. Menjél innen, szigony. Ez mi? Rohadt hús. Az se kell. Ne vedd föl a rohadt húst! Nem kell! Kő kell még. Nyugi, majd lesz szigony, majd minden lesz, most nem kell szigony, most kő kell. Egyszerre csak egy feladatra tudok koncentrálni. Ja, csinálni kéne kőcsárkányt, az egy jó ötlet. Felfejlesztjük a felszerelésünket. És ki is világosodott közben. Azt mondja, hogy...
azt mondja, hogy mit, jobb klik, és mi kell, csákány, és most már kőből lesz a csákány. És az ilyen nem kellő cuccokat így nem tudom a gyűjtőbe küldeni, vagy szétszedni, vagy kidobni valahova? Ezeket a facsákány meg ilyeneket? Mert hogy most így csak foglalja a helyet. Jó, visszaveszem a szigonyt, mert megvagytok őrülve a szigonyér. El tudod égetni. Jó, mindjárt csinálok ládát, meg mindent csinálok. Csak nem tudok kiugrani a vízből. Menj már ki! Nem ugrik ki. Na, végre. Igen. Ezzel már hogy hasítom a követ? Micsoda progresszió, és már 4-es szintű vagyok. Ez soha nem volt ilyen jó semmi szerintem. Igen. És ott van még szén, az nagyon jó lesz nekünk. Annyi mindent fogunk a szénből csinálni, hogy csak na. Csak úgy hasítom a köveken. De itt ez valami másféle kő, mint ami eddig volt. Ez mi? Ez ilyen kockás kő. Itt elfogyott a textúra, vagy ez milyen kő? Ez ilyen összeesős kő. Ezek így zuhannak. Vagy ez föld, csak sötét van? Sóder. Hogy van külön sóder is. Jézusom. Na, menjünk vissza epikus gamer házat építeni. Azt mondja, azt mondtátok, hogy 4 magasnak kell lenni a háznak. De ne odarak, te tepertős fos! Menjen már innen az inda! Igen? Azaz! Fú, de odaraktam! Igen? Basszus. És hogy rakom föl a tetejét? Na várjál. Ho! Epikus gamer vagyok. De ez már a plafon szint, ugye? Tehát itt már befelé is rakhatom. Nem oda! Majd ajtót is csinálok nyilván, hát valahogy be kell jutni az epikus gamer házba. Na basszus. Nem oda akartam! Föl tudok menni mellé. Az mondjuk ez is egy jó ötlet. Nem oda! Mindig kevés a kő. Hát milyen sok kő kell egy házhoz? Csináljak ablakot is. Annak majd kiütjük a helyét utólag. Most olyan sebességgel bányászok, hogy Jézusom. Cső, Norbi, jó munkát! Ez egy ritmusjáték valójában. Még nem akarok elkezdeni lefelé menni, még most csak kő kell, most csak a házat akarom befejezni.
Slacsk. Jó. Most már borzasztó éhes a karakterem. Valamit halúzni is kell mindjárt. Úristen, mindjárt készen van a házunk, srácok. Nessai elátkozott híres háza a Minecraftban. Megtaláltuk a híres házat. Igen. Azaz. Nagyon jó. Nagyon jó. Így kész. Nagyon jó. És várjál akkor, hogy van? Ajtó. Mi kell hozzá? Mi nincsen? De miért nem írja, hogy mi kell hozzá? Hát de bazzeg. Éhezek. Hát jó, még nyugi, mindjárt eszek egy ajtót, hogy kell először. Ja, megint nem nyomtam a craft asztalra, igen. Kőből nem lehet ajtót csinálni? Ajtó. De ne hármat csinálját, pöcsömöccse. De most miért csináltál hatot, te... Kész. Van még öt ajtónk. Kell valakinek ajtó? Na, oké. Mi a következő? Mit kell csinálni? Mi az, hogy padló hol van? Kemence. Azt mondja, hogy... Kemence. Igen. Oda a sarokba a kemence. Ezt át tudom helyezni? Ezt szétütöm, meghal? Vagy... Át tudom helyezni. Oda. Nagyon jó. És ágy. Ágy. Az ágyhoz kell gyapjú. Na, várjál, de a kemencébe várjál, mert nem vagyok hülye, hanem okos vagyok. Berakom a húst, meg a szenet. Készül a vacsora. Hát ne száli séf. Ott van a sült birkahús, abban a pillanatban. Hadd edem meg. Nem kalapálni akarok vele megenni. Edd már. De teleraktam a pocakomat. Ezt most így ki kell kapcsolni, vagy... Mert itt elég, vagy hagyhatom így, vagy ki kell venni a szenet. Cső poik. Hagyhatod. Hagyd úgy. Vedd ki. Most szopadtam? Hagyhatod, jó. Várjatok, akkor ami nem kell, azt így berakhatom. És akkor az így elég? Fogalmam sincs. De nem ég a csákány. Na jó, kell, birka kell, vagy mi. Birka, brekeke, vagy... Be, az. Kapja bárány. Bocsánat, kell lesz az ágyamhoz. Csirkéből nem lehet ágyat építeni? Nem? Vagy malacból? Úristen, be fog esteledni, és jönnek az epikus gamer szörnyek. Nincs több bárány. Hát kiirtottam a bárány populációt. Mindjárt csinálok ládát is.
visszajövök az epikus gamer házamba. Csak kéne ide fény. Igen. Ez az. Lett megint hús. Ez nem ég el a facsákány a kemencébe, fullosan átvertetek. Igen. Ágy. Még mindig kell egy apjú. Ki kell mennünk. Elképesztően veszélyes, de ki kell mennünk. Ja, alulra kell berakni a facsákányt. Á, értem. Bari, bari, bari. Cic, cic, cic. Bárány. Úristen, ott jönnek a creeperek. Meg ott a Mikulás. A varázsló Donald kacsa. Mi az? Gyere már ide. Hello. Segítsél már. Hogy nézel? Nézd meg, megdobál. A jó Isten anyád verjen telibe szájba. Fúj, de... Mármint... Jézus... Hát... Áó. Mérgezés. Áó. Áó. Fáj nekem. Mit? Na. Ne. Nem már! Hát kérem! Hát a jó Istene verjem! Úris... Nyugalom. Élünk. Hogyan kell gyógyítani magam? Van nám nyers csirkehús. Azzal nem lehet? Várjunk, itt a kemencében elkészült. Elkészült a steak. Nem, nem, nem. Nem. Edd már meg. Ne anyázzál. Hogyan lehet gyógyítani magam? Gyógyító elixír. Húsleves. Pacal. Fájás. Fájdalomcsillapít. Semmi nincsen. Egyél. De hát ja, de följebb ment a HP-m. Ja jó, gyógyulok magamtól. Oké. Bevágjuk a csirkehúst is. Sütöttetek már csirkehúst facsákánnyal? Nagyon menő. Legjobb recept. Hát már fullosra is zabáltam magam. Itt kín röhög valamelyik paraszt. Bolondok. Mi kell az ablakhoz? Ablak. Nincs is olyan, hogy ablak. Ablak. Nem is lehet ablakot csinálni a Minecraftban, ez egy fúkamu. Ablak. Nem lehet ablakot csinálni. Ja, üveg. Ja, aha. De hát ez ilyen bonyolult. Ó, hát üveg, hát azt ki kell égetni valamit az üveghez, jó? Még mindig egy apjú kell, de hol spónolnak a birkák? Hova kell mennem, hogyha epikus gamer birkát akarok találni? Ouch! De megint a méreg! Ouch! Azaz, most kiráztam a mérget a testemből. Ott ilyen tök főzelék van. Add már ide. Abban a pillanatban tök. Hát, eddig is volt tököm, de most sok tököm lesz. Ha-ha-ha! Epikus gamer viccek. Like, ha te is vicces gamer vagy. Na, mindegy. Azt mondja, hogy bárány. A bárányokról én tudom, hogy hegyekről lehet őket észrevenni. De nincsenek. A zombik megeszik őket? Vagy miért? Soha nem lesz gyapjúm. Csak ilyen slejmek ugrándoznak.
Várjál, ott egy creeper, azokkal nagyon-nagyon kell vigyázni. Nem tudom, hogy tudtátok-e, de a Minecraftban a creeper az nagyon veszélyes. Azzal csak az igazán magas szintű karakterek tudnak megküzdeni. De ha felmászok a fákra, akkor nem tudnak utánam jönni. Mert hogy kurva idiót, mármint hogy nagyon hülyék. Áó! De nincsenek bárányok. Ú, ott is van tök. Csak kizárólag tökön fogunk élni. Honnan jöttem vajon? Epikus gamer elveszés. Térkép van a játékban? Ja, nincs. Áó! Ott a folyó. Áó! Nem, ez csak egy tó. Áó! Várjál, itt a mező. A mezőtől valamerre arra voltunk. Hello, zombik! Nyugodjatok meg, én csak bárányokat keresek. Nyugalom. Nem kell megtámadni a Neszölaj barátot. Hagyjatok békén. Ez a szomorú zene tökéletesen illusztrálja a szituáció borzalmasságát. Azért kellett volna figyelni a koordinátákat, hogy ez ne fordulhasson elő, mi? De most kajak merről jöttem. Valaki emlékszik a koordinátákra? Pókfonából is lehet gyapjút csinálni. Ó! Akkor pókokat kell ölni? Ott van valami víz, meg a gomba. Ó, nem, itt a folyó. Ez volt a folyó. Jajajaj! Úristen! Jézusom! Ott a boszorkány varázsló. Jajaj. 40-64. De mínusz vagy plusz 40-64? Meg kell egyem a tököt. De ne ragd le, hát edd meg, te fos! Iii! Minusz 40, 66, 60. Miközben már világos is lett. Na, ez ismerős. Itt a folyó. Ott a házam, ez az. A tököt csak fel lehet húzni a fejedre. Akkor minek hoztam el? Na jó. Akkor még mindig bárány kell. Csak most ennem is kéne. Nem lehet megsütni a tököt? Rohadt hús nem lehet megenni. Megsütni se lehet. Lehet tökpitét csinálni. Hát csináljuk. Nem működik az se. Egyél, de hát mit tegyek, nincs mit enni. Na várjatok. Van íjam meg egy nyilam. Túl sok ez a cucc mennyiség.
Kapta a ceca? Kapta. Szigony! Úristen, de... Ott a hús. Gombát lehet enni? De már menekülnek, már tudják, hogy veszélyes. Ott egy bár... Na gyere ide. Ott kettő bárány. Ez az, már készen is van az ágyam. Megyek haza, mert borzasztóan meghalok mindjárt. Gombából gombaleves lehet csinálni. Aha. De nyersen nem lehet gombázni. Nyugalom, most minden helyre jön. Azt mondja, hogy kemence, husi. Jó, és akkor végre ágy. Most meg nincsen fa deszkám. Várjál, azt tudok csinálni deszkát. Ágy. Ágy, nagyon jó. És itt fogok aludni. Na. Na. Na, hogy kell lerakni? Na, igen. Ott, nagyon jó. És hogy kell aludni? Feküdj már le. Csak éjszaka lehet aludni. Ja, értem. Úristen, de kövérre zabáltam magam. Jó. Kell megint ilyen csákány. Csákány. Nagyon jó. Kicsit az inventorimat össze kéne rendezni. Jó, van itt kő, meg fa, meg van 8 millió ajtóm, ami nem tudom mire jó. Sóder, diorit, föd, gránit. Oké. Van rohadt hús, tök, vetőmag, csont, toll, fonál, pókszem, meg nyálka gömb. Jó, meg ez mi? Gyapjú. Igen. Na, most mi a követ? Chest, ládát csináljak. Már csinálom is a ládát. Láda. Csapdaláda. Láda. Egy sima ládát kérnék szépen. Nagyon jó. Ide rakom. Nagy, megtaláltuk Nessai titkos ládáját. Nagyon jó. Ez nem tudom mire való, ez se tudom mire való. Ajtó, ez se. A vetőmagot, azt elvetem majd a magomat. Mármint, hogy igen. Jó, ez így jó. Ezek a fonál, meg toll, meg ezek nem kell most. Jó? Nagyon jó. Fadeszka. Nagyon jó. Na, most mondjátok, hogy mi a következő feladat. Két ládát, ha összeraksz, nagyobb lesz. Oké, akkor még egy ládát csinálok. Epikus ládagyártó momentum. Oda nézz a nagy láda. Padlót csináljak. Azt mondja, hogy padló. Olyan nincs. Fapadló. Nyomólap. Melyikkel? Mi van a szigonnyal? Tudom, hogy ott hagytam a szigony, de nem érdekel. Nem kell most a szigony. Engedjétek el a szigonyt. Melyik a padló? A nyomólap? Deszka. Ja, hogy simán a deszkát kell lerakni? De hogy? Sima deszka. De hogy? De ez így nem jó. Vagy rakjam le alá, ássam ki, vagy mi? De hát alatta van az epikus gamer ágyam.
Hát ez így tök paraszt. Hát ti így építkeztek otthon? Így van a padló otthon a nappaliba, gyerekek, bazd meg, hogy kiástatok egy köbméter földet, azt alárakjátok a fakockát. Hát ne idegesítsetek már. Hát milyen undorító megoldás ez. Ja, hogy az ásóval kéne ásni. Oké, logikus. Milyen okosak vagytok. De hát elfogyott a fa. A másik meg más színű, mi? Ez milyen tölgyfa volt az? Az melyik az a tölgyfa? Te egy tölgyfa vagy? Mit keres ott egy creeper? Takarodj már innen. Alá kéne betonozni, ez így nem stabil. Hát amúgy igen. Ott egy bárány. Téged megtartalak, ő Jenő. De hát ez alig ad. Ja, mert hogy ebből deszka lesz, az lesz a sok. Jó, vágom én. Igen, és figyeljetek, behúzom. Epikus. Na, azt mondja, hogy... Azt mondja, igen. Nagyon jó. Úristen, lebeg az ágyam, srácok. Megtaláltuk Nessai elátkozott ágyát. Kész. Ú, de na, nagyon csecse. Jó. Igen, és akkor azt mondtátok, hogy hozzak homokot az ablakhoz. Mivel ásóval? Ú, de várj, itt megfúlok közben. Nagyon hosszú katinkázok itt a víz alatt. Hogy a víz alatt lassabban szed blokkot. Aha. Szóval a kockát az blokknak hívják. Jó, ezt is jó tudni. Ennyi homokból lesz egy üveg. Elképesztően elárasztom magam. Jaj, de olyan erős a sodrás! Azt mondja, hogy... Kemence, homok. Ja, várjál, közben elkészült a hús. Homok. Ú, már készül az üveg! Adj egy pacsit, hogyha te is epikus a üveggyártó gamer vagy. Na? Nem? Jó, mindegy. Úristen, mindjárt ötös szintűek leszünk. Soha nem izgultam még ennyire. Egy homok, egy üveg, de 6 üveg, 16 üveglap. Jézusom. Várjál, most akkor ezt így kiveszem. És akkor mi kell az ablakhoz? Üveg, üvegtábla. De nem ez, így. Aha, 6 üveg kell. 6 üveg kell 16 ablakhoz. De ne adjál 16-ot, te paraszt! Hát adjál egyet! Hát miért 16-ot adsz? Hát hülye vagy? Normális az ilyen? Hát lehet tudni, hogy mi a baja? Hány ablak kell? Egy ablak.
még egy. Ide is egy. Így. Így lesz. Meg ide is egy. Az 1, 2, 3, 4. Az nincs középen. Ilyen nagy ablakot nem lehet csinálni. De középen van ám. Csak figyeltem, hogy figyeltek-e. Aludj, mert este van. Mindjárt, mindjárt, mindjárt. Nem, ne ragd le, te... Szóval ilyen érzés lehet, amikor valami olyannal játszok, amit ti nem ismertek, és csak nézitek, hogy mi a fene történik. Most már értem, hogy ez nektek milyen. Ez így nem jó, nincs középen a láda. Ezt így, a ládát nem tudom arrébb rakni? Ahhoz először ki kell belőle pakolni, vagy hogy van ez? De be tudom rakni a sarokba, és akkor úgy jó lesz. Kiesik a cucc belőle. Ó, bazzeg. Ez így nem jó az OCD-mnek. Na jó. Nem, azt üsd szét! Ha? Kaja megrohad, ha nálam van. Úgy. Akkor mindjárt visszabaszok bele mindent, mármint hogy rakok. Nagyon jó, nagyon jó. Nem rohad meg, oké, köszi. Ez nem kell, mert ezek most nem kellenek. A rohadt hús se kell. Így. Nagyon jó. Hogy áll az üveg? Azt mondja, hogy üveg. De miért csináltál 16 ablakot? Én nem értem. Azt mondja, hogy... Úgy. Úristen, hát mennyire jó! Hát ablak! Ez a kedvenc ablakom. Itt lehet. Nagyon jó. Na, így jó, így már tök olyan, mint egy ház. Várjatok, kell még fákja. Fákja. Nincsen szenem. Hova lett a szén? Ja, benn van a kályhába, vagy mi az, kemencébe. Ja, bot kell. Hogy csinálok botot? What? Tudom én, hogy kell botot csinálni, hát... Nem ma kezdtem. Ah, na nézz! Na ez már ház! Na jó, aludjunk. Csevegés megnyitása. Sziasztok! Na még. Sziasztok! Epikus! Epikus gémerek! Nessai vagyok. Iratkozz fel, és dobj egy lájkot. Yeah, yeah, yeah. Deb. Fasza. Nagyon jó. Nagyon jó, epikus gamer társaim. Most akkor mit csináljunk? Építs tetőt. Hát már van tető, hát ez a tető. Mit kell még a tetőn építeni? Hogy ne ilyen kocka alakú legyen a ház? Megcsináljam ilyen csúcsosra? Vagy mi? Jó, ez így, hát mi? Pók! Ajaj, krepper! Isten! Egy itt tönkre teszed a helyet, tetyám!
menj bányászni, és találj vasat. Bányász vasat. Jó, na várjatok, kipakolok az epikus gamer hátizsákomból, és akkor megyünk bányászni tovább. Egy tölgyfa csemete. Hát azt elültetem, hülye vagy. Ide a ház elé. Ő a kis csemete. A kis fa csemete. Nessali barát a harmadik nap reggelén ültette el, hogy egyszer majd nagy, hatalmas, égig meredő. Szép fa legyen belőle. Alig várjuk, hogy ez megtörténjen. Na várjatok. Ha epikus bányászatra indulunk, már pedig arra indulunk, akkor kéne még fákja, mert hogy ugye ott elképesztő veszélyek leselkedhetnek ránk a föld alatt. Úgyhogy viszek még el fákját, úgy. Jó. Jaj. Na, mehetünk. Bár lehet, hogy kéne még egy kard is, nem? Mert hogy tönkre fog menni. Meg lehet, hogy kéne még egy csákány. Kard. Kőkard. Hát de ott van egy csomó kő. Ja, bot kell hozzá. A kutya olyan szinte horkol jelenleg egyébként, hogy nem hiszitek el. Amúgy ezeket égessük már el, nem kell az íj se, úgy se fogom használni. Égessé fát, mit tudom én. Jó. Ásó se kell, ások én kézzel, égesd el azt is. Jó. Fakart se kell. Gyorsan elégetem a cuccokat. Az se kell. Jó. Úgy. Na, epikus bányászatra megindulni. Hello. Kaptam. Messi, ne horkoljál már, Jézusom, szegénykém, hát úgy alszik, hogy csak ne. Mondjuk most már nem, mert tönkretettem, de... De már idegesít úgy horkol. Borzasztó. Nem kell barkácsasztal, én vagyok egy barkácsasztal. Na. Az mi az? De miért nem írja ki, hogy mi az, amit bányászok? Ez így tök fos. Ja, az a vas. Jó. Most elindunk lefelé a mélybe. Ti is izgultok, hogy vajon milyen epikus ellenfelekkel találkozunk? Nem látok semmit. Óvatosan ás, mert lent láva lesz, bele ne es. Ha! Én nem félek a lávától, én egy igazi menő gyerek vagyok. Ne féltsetek engem. Aki nem mer, az nem is nyer. Vagy nyer. Úristen, ott egy egészen veszélyes kreatúra tűnik fel a távolban. Hölgyeim és uraim. Töt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 
Várjatok. Nagyon, nagyon, nagyon skilles. Na. Kitakarítom én itt a barlangot magamnak. Ott a vas. Ott a vas! Bazd meg, levertem a csákját. Vagy mi, a fákját. Meg a csákját is. Mindent. Úristen, micsoda epikus barlangjáratok vannak itt. De mi, ennyi volt a vas? Akkor menjünk tovább lefelé. Jaj. Óvatosan, ne szólálj! Óvatosan. Nagyon jó. Nagyon jó. Na várjatok. Ez ez. Hát de nincs itt semmi! Hát hol a jó loot? Várjatok, epikus gamer barlangot találtam. Mennyi szén. Minek ennyi szén? A szén az kelleni fog még valamire? Amúgy gondolom mindent azzal égetünk, de na. Nagyon veszélyes környéken járunk, hölgyeim és uraim. Bármi megtörténhet. De hogyan tudok lefelé már? Aha. Aha. Úristen. Úristen, de epikus. Ott a vas. Haló? Messzali barát vagyok. Békés szándékokkal jöttem. Ott kipótlom a dolgot. Szép legyen már a lépcső. Úristen, ott egy creeper, az nagyon-nagyon... Jaj. Hello? Széljel ne robbantsál itt dolgokat. Na? Most miért van ilyen rip zene? Hát megoldottam. Csinálok lépcsőt magamnak. Elfogyott a föld. Akkor gránitból csinálok lépcsőt. Úgy szép legyen a lejárat. Na. Mindjárt jobb. Na, vas. Egyed ide a vasát, drága tes... Ennyi? Nincs itt semmi loot. Csak szén van mindenhol, pedig már 1 millió kilométer mélyen vagyok. Hú, na itt a nagy bánya, öcsém. Most ráleltünk a jó szituációra. Ennyi? Hmm.
Ujjaj, epikus gamer ellenfelek. Inasba, inasba téve. Ajajaj, inas, inas, abban a pillanatban inas. Ott víz van. Víz alatti tárna. Vagy mi? Föld alatti víz. Tárna alatti víz. Mit tudom én, miket beszélek? Hagyjatok meg. Hogy fogok visszatalálni? Gondolom követem a fényt. Mindenhol csak szén van. Nekem vasat ígértetek. Ott a vas. A vas szülöttei. Amúgy ennyi vas elég? Mire gyűjtöm a vasat? Az páncélhoz gyűjtöm most? Vagy mire? Azért, hogy eladjuk a mély telepen, tretyám. Megint veszélyek leselkednek ránk. Jézusom! Undorító hangokat hallok mindenhonnan. Tudjátok, remélem, hogy a büdös életben nem fogok én innen visszatalálni. Ú, de milyen vízesés ez, te! De jó! Na, én ezeket szerettem a Minecraftban mindig, amikor ilyen random faszaságokat találsz. Lehet, hogy ez a titkos gamer búvó helye, The VR Janinak. Na jó, mennyit gyűjtöttem? Gyűjtöttem 37 vasércet, az elég? Menjünk vissza, vagy még itt nyomjam. Ott volt még. Ott. Hol, tetyám, hol? Ott volt még. Aja, itt már veszélyes. Elfogyott a fákjám is. Itt mondjuk nagyon sok. Hello! Ezt tudja kapnia, de nevér. Kapta. Elég lesz, elég. Elég egy szethez. Na, nagyon jó. Akkor megpróbálok visszatalálni. De amúgy nem erre kell vissza. Nem, erre vissza. Igen, ott is van. Jó, hát legrosszabb esetben kiássuk magunkat, nyilván. Two hours later. Innen jöttem, megvan.
Ha! Easy! Jézusom, ott a Slenderman! Megtaláltam a Slendermant a Minecraftban, clickbait. Hova lett? Hova lett? Hát ott volt, ott a Slenderman, megtaláltam a Slenderman a Minecraftban. Na gyere ide! Na gyerünk, hadd menj! Gyere ide! Na, mi van? Na, mi van? Ne nézz a szemébe! Miért akkor mi történik? Jézusom! Jézus, hát soha nem volt ilyen izgalmas, még semmi az életemben. Jaj. Na, mi van? Fosol mi? Eddig azt hitted, hogy a nebulók ellen küzdöttél. Hát én a epikus gamer ne szölálj vagy. Bazd meg. Mármint. Engedj már ki, Slenderman! Esküszöm, hogy szájon verlek mindjárt kettőször, te. Mi az Isten ez? Na, hol vagy? Na, most elintéztem a Slendermant, jó vagyok? Jézus! Hogy feljött a víz alól? Menj a pokolba. Ha bazd meg, te menj a pokolba. Hát milyen csúnyán beszéltek velem. Ja, hogy a pokol nevű hely, ja, hogy a Minecraftban menjek a pokolba. Ott van. Hadd verjem szét a Slendermant. Epikus gamer. Megöltem? Vagy mi tört? Bazd már meg a csontos anyát, hát most győztem le a Slendermant, menjél már innen. Nem látta senki, jó? Megöltem a Slendermant. Anyanyádat. Már meg, hát milyen imhexel a csontváz a Minecraftban. Takarodj már! Egy már, az Isten verjen meg! Most... De mi a fasztad? Feldobtam a lábam a Minecraftban. Nyugalom, még élek. Na de most legyőztem a Slendermant? És mit dobott? És az akkor nagyon epikus gamer vagyok? A Slendermant azt nehéz legyőzni? Enderman, Slenderman, potato, potato, hát csapba szarni, szarba csapni, tök mindegy. Dobott egy Slender Pearl-t. A bevégző gyöngy. Azt el lehet adni, sok pénzért is kapok érte epikus gamer felszerelést? Vagy nem? Na mindegy, én nagyon büszke vagyok magamra. Ez miért nem hal, ez a slime?
Hello, kicsi fa, hazaértem. Ha eldobod, oda teleportál, ahova leesik. Aha. Na, várjatok. Kicsit itt össze kell rendezni a dolgaimat. Elrakjuk későbbre a Slenderman cuccot. Azt mondja, fa, kő, kő, nyersanyagok, fűblokk, érted, tetyám, fűblokk, bocsánat. Jó. Na, mi a feladat? Égest ki a vasat. Azt kell most? A páncélt akarok? Akkor ki kell égetni? Jó, égetem. 4-20, a perzselés történik. Na, Nessi, menjél a helyedre, akkor viszont látásra. Hello, szia! Besunnyog a lábam alá, aztán megnyöffen, hogyha hozzáérek. Jó, most nem kell megsértődni, csak láb alatt vagy. Most megsértődött. Egyél pókszemet. De mi ez a pókszem evés? Az mire jó? De nem eszi meg, hogy kell megenni? Nem eszi meg. Ne egyél, az fáj. Az mérgez. Akkor mit? Milyen? Ne huncutkodjatok. Na, én tudjátok, mit akarok következőnek? Egy epikus gamer kertet akarok ide csinálni. És ültetni akarok ilyen dolgokat. Azt hogyan kell? Azt mondjátok meg, azt hogyan kell. Tudom, hogy itt le kell kapálni a földet. Így, elkezdünk kapálni. Jó, a fát azt átrakjuk ide. Így rohadtul megkapálom. Mondjuk egy ennyit. És akkor körbe kell rakni kerítéssel, és ültetni akarok valamit. Kendert lehet ültetni? Nem? Kell víz. Ó, hát csinálok én vizet. Na figyeljetek, 200 IQ. Ó, de hát ez így leesik a homok. Nem lehet így bevinni oda a vizet? Epikus csatornázás. Csak 7 blokk távolságra folyik el. De hát megy, de... Ó, de fes. Nem baj, egy tervnek jó volt. Fűblokk. De mi, és akkor vödörrel kell odahordani a vizet? Na jó. De hát először valami terményt kéne szerezni, nem? Hogy amit ültetünk. Ha meg különben mit ültetünk? Tudsz ültetni búzát, tököt, dinnyét, céklát. Búzát akarok ültetni. Vetőmag. Jó, de hát ez csak egy darab. Vagy ez elég? Na várjál, vödör. Vödör. Vödörhez 3 vas kell. Hát jó nekem a favödör is. Vödör. Igen?
De már itt tönkre megy a kapálmányom. Oda bekenjük a magot. Jönnek a vödörre. Azt kimertem, ahogy van. Igen, és... Az meg! Tehát, hogy igen. Vödör. Melyikkel öntözök? Jézusom! Jézusom! Epikus gamer ára! Mi? Hát ennyi azért nem volt a vödörbe. Na most ezzel mit csináljak? Hát... Hát mi? Hát hogy lyukat kell lásni a víznek. Hát... Most már baszhatom. Most akkor ássam ki alatta, vagy mi? Ja, fel tudom szedni a vizet. De nem eng... De mi van? Hát meddig? De hát... Ahol a legnagyobb a víz, ott szed föl. Aha! Aha! Na várjál. Várjál, epikus... Epikus gamer megmozdulás. De és akkor azt így meg tudom csinálni, hogy ide lerakom a vizet ide lentre. Ugye csinálok egy ilyen csatornát, így. Ide a föld alá. Igen. És akkor így itt így el... És akkor innen én majd így kijövök. De hogy itt lesz az ilyen öntözőrendszeres téma. Tehát, hogy érted, hogy mit mondok. Így. És akkor azt csinálom, hogy... Nem akartam még ki... Na mindegy, így. Így. Itt lesz a víz alatta. Az úgy jó? Nem jó. Csak egy blokkot ás ki. Hát egy blokk van kiásva. Édes Istenem. Várjatok, kimerem a vizet. De így meg ki fog ömleni. Mármint, hogy ezt így be akarom fedni. Így eltűnik. Vagy itt körbe folyjon körülötte, vagy mi? De nem lehet még egy blokkot kiásni? Hogy ebbe a blokkba legyen a víz. Hát ez így nem jó, mert így nem lesz szimmetrikus. Na mindegy, akkor oda a falhoz rakok vizet. De ez így tökre nem tetszik. Ez így nem dizájnos. Akkor így jó lesz? Azt mondta, a Hirx 5 blokk távolságra lehet. Akkor ezeket eléri a víz, nem? Hozz még bele, és nem fog folyni. Még egy vödörrel. Aha. Igen. Tudj. Még egy kell. Tudj. Epikus gamer víz. Bocsánat. Így. Na, és akkor ide... Elültettem a vetőmagot. Kész a kert. Csak még kell kerítés. Kerítés. Mi? Menj már innen! Hát bejössz a másnak a házába? Hát mekkora nagy sútyó parasztnak kell lenni ehhez? Hát takarodj már, hát inasba raklak az undorító testeddel együtt. Hát menj már innen! Hát mennyi HP-d van?
Hát ilyet, hát felháborító. Hát hogy lehet undorító? Komolyan mondom. Én itt építeném a kerítést, és ilyenek történnek. Várjál, kapu is kell, csak az kell még bot. Epikus gamer bot. De ne oda rakjad, te fe... Ja, hogy azért külön teljes blokkot foglal a kerítés. Ó, hát ez így nem jó akkor, Mónika. Na várjál, nyugalom. Gyere már szét, te fos. Aha. Hol a kapu? Aha. Lesz a jó. Ha! Suck it, bitches. Epikus gamer kerítés. Ó, még kell. Ha! Nagyon jó. Ja, de ezeket nem szabad letaposni, ugye? Ne már, menj már innen! Alszok egyet. Nem alhatsz, mert szörnyek vannak a közeledben. Hát szarok rá. Mármint, hogy... Ez az. De most mi van még mindig este? Megyek akkor visszaaludni. Ja, hogy így fölébred magától. Jó reggelt, Vietnám! Üdvözlök mindenkit! Kész a kert! Most már csak nőnie kéne a veteménynek, vagy minek. De remélhetőleg majd nől. Elkészült a rengeteg vas. Az mindenféleképpen jó. Valamivel égessem már ki azt a fölösleges kerítést. Mit lehet fő? Botot nem tudom fölgyújtani? Fát. De várjál, halt a tölgyfa csemete, azt valahova le kell rakni. Oda. Úgy. A karakterem soha nem éhes amúgy. Kész szenvedés nézni, ahogy játszol. Imjozs, feltenném a kérdést akkor neked, hogy mi a pusztító, tetves rohadt életnek vagy itt? Na ez a kérdés. Na mi legyen a következő feladat, srácok? Figyelek, figyelek. Tucsi, köszönöm szépen a 17 hónapot, bazeg, totál lemaradtam a donationokról, annyira beleéltem magam, ne haragudjatok már, srácok. Basszus. Tucsi, közi a 17-et, Lidakor, köszi az 50 csírt, nekem egy kérdésem van, te megtaláltad már VR Pisti házát a Minecraftba? Abszolút. Csiga úr, köszi a 6 hónapot, gyorsan elment ez a fél év, köszi a sok tartalmat, jó játékot. Poi, köszi a subgiftet, tyap-tyap-tyap. Ronin, köszi a 100 csírt, azért szép lett a kőből épült faházat, köszönöm. Sziszuli, köszi a 100 csírt. Mikő, Muki, Műkőkő, Mikó,
Édes Istenem. Na, ezek voltak, bocsi srácok. Láttam, hogy ott a Creeper, nem kell félni. Szerez vetőmagot. Igen, az egy jó ötlet. Nyugi, mindjárt elintézem a Creepert. Tudom, hogy nincs facecam, fikázok. Nem, amúgy nem, csak... Iszok. Két csoportra lehet osztani jelenleg a nebulókat a cseten, az egyik fele a facecam miatt pánikol, a másik fele a creeper miatt. Vajon melyik csoport izgul jobban? A csontot berakod a barkácsasztalba, abból csontliszt lesz, és többször rányomsz, akkor csontliszten megnő a búza. Aha. Cső, Slimpex. Na várjatok, itt vagyok közben. Csont. Na várjál, az hova raktam a csontot? Igen. Csont a barkács asztalba. Csontliszt. Hello, Creeper! De most őt hogyan távolítom el innen? Miért nem ég el? Tönkretetted a házamat, te büdös paraszt! Hát rád hívom az összes lemenő, fölmenő ági rokonomat, bazd meg, azt meg... Rohadt életbe. Ne folyjál el, te meg víz, rohadjál meg! Mit folysz itt? Jobbra-balra folysz itt, mint valami idióta. Hát mit kell folyni? Hogy jutott be a Creeper? Rohadt életbe. Hát nem volt jó a biztonság. Creeper, bazd meg. Bezzeg a Fortnite-ban nincsen Creeper, én meg itt szopok, mint valami tenyész koca. Creeper. Azt elpusztult minden. Creeper. Édes Istenem. Csinálhatom újra a kerítés, de nincsen fám. Temesd be a lyukat, mert spónolhatnak oda szörnyek, mert megvan nekik a két blokk sötét magas lyuk, Jézusom. Ijesztegettek itt folyton ezekkel a hülyeségekkel. Tölgyfa deszka. Nincs deszkám! Édes Istenem. Ezek meg itt spónolni akarnak. Spónolja anyádba. Hogynan két lyuk magas lyuk spónolni. Spónoljál, a rohadásba spónoljál. Büdös bunkó itt minden paraszt bazd meg itt spónolgat. Hát honnan legyen elég földem? Most menjek el lapátolni földet lacházára, azt hozzam vissza lyukat temetni? Hát mi vagyok én bazd meg? Valami alvállalkozó? Földet. Földet bazd meg, hozzak földet. Hát ilyen. Édes Istenem. Földet. Földet. 8 órája Minecraftozok, azt még mindig ugyanazt csinálom, bazd meg, ütöm a fát meg a földet. Mert itt jönnek a creeperök, azt mondják, hogy hello, azt itt robbangatnak. Az a pók mi az anyámat keresi? Te mi a keresel itt? Menjél már el innen, hát nappal van, hát rohadjál el. Itt rohangálnak, ez is itt rohangál. Mit csinálsz, te malac? Mit csinálsz? Menj el dolgozni, termeld a GDP-t. Hát valamit hasznosat a társadalomba csináljál már, te paraszt. Nem. Temesd be a lyukat, temesd be. Temesd be a lyukat. Édes Istenem. Lyukat temetek a Minecraftba. Édes Istenem, nesze lyuk. Lyukat temesse. Honnan hozzak ennyi földet? Na, Isten áldjon meg. Lyukat temetgetek a Minecraftba. Édes Istenem.
most már, ha elkezdem, nézd meg, az is. Mit csinál? Mit csinálsz ott? Mi nem ég el a napon? Mi nem ég el? Jó, akkor be fognak spónolni, nem érdekel. Csak a creeper meg a pók nem ég el. A pók nem támad nappal. Jézus Istenem, jó, akkor spónoljatok be. Nem érdekel. Azt meg más színűt csináltam. Kurva anyád, melyik ló? Melyik? Mit? Hogy basszalak, gyerődök! Kurva anyádat, hogy nem lehet hagyni építeni! Hogy nincs ajtó. Az gond. Ja, de hát semmi baj. Hát van nálam még öt. Ugye? Semmi gond. Ezért készítettünk öt darab ajtót. Kirobbant az üveg is? Ó, de jó vagy. Köszi. Amúgy ezt akartuk csinálni 65 évvel ezelőtt. Most kész. Bocs, már csak itt rakosgatom a dolgokat. Na, ez mi? Ed, mik ezek itt? Már megint mi ez? Az Isten verje meg titeket, hogy nem lehet béké hagyni. Mi az a láma? Mi az a láma? Hát menj már innen! Mik ezek? Mik ezek? Takarodj már innen! Az Istenért nem lehet béké hagyni, hogy mindig itt ilyen idiótaságoknak kell jönnie. Menj már innen, te is, te zombifejű fos! Az Isten verjen meg most már mindenkit.
Ott a gabona. Na, vetőmagot, vessed le a vetőmagot. Vándorkereskedő, milyen vándorkereskedő? Tedd le a magot. Ne vándoroljon nekem itt kereskedő. Ki van tiltva innen mindenki a vérbe? De milyen vándorkereskedőről beszél? Nincs itt semmilyen vándor... Mi? Csöves korallblokk. Hát egy csöves. Hát egy láthatatlan csöves van a birtokomon. Hát kifüstölöm. Hát nem tudok bemenni. Hát itt van egy láthatatlan csöves, és nem tudok bemenni. Nem akarok vándorkereskedni. A láthatatlan kereskedő halála. Gyerekek, a mai videó tanulsága, hogy akkor se basszakodjatok velem, ha láthatatlanok vagytok. Na jó, póráz. Ú, a pórázt azt mire tudom rárakni? Mindenre? A creeperre nem tudok pórázt rakni, hogy megfojtsam vele? Na, nyugi, páncélt akartunk csinálni 62 évvel ezelőtt. Azt hogy kell? Páncél. Vas. Vas mellvért. Azt kell. Vassisak. Ad ide. Vas mellvért. Az is kell. Ad ide. Lábszárvédő. Csizma. Epikus, epikus, jajjaj. Menj már, de nem látok. Igen. Igen. Úgy. Oda néz. Úristen, úristen, ne szállj. Ott, én vagyok vasember. Vasból van az én testem. Fényes a páncélom. Én vagyok vasember. Köszönöm szépen. Pajzs, azt is kell csinálni. Azt mondják, pajzsot is kell csinálni. Pajzs. Azt is csinálni. Tessék, pajzs. Azt az hova van rakva? Úgy. Nagyon jó. Totális lovag, katona vagyok. Várjatok, még itt megszilánkozom a dolgokat. Oda rakjad már! Hogy tudom leszedni amúgy, azt nem tudom. Így. Fullos lesz az ültetvény mindjárt. Még egy kell. Úgy. Csinálok vas dolgokat még. Mi van még? Balta. Vas balta. De egy vas kardot adjatok nekem. Ú, de epikus gamer. Meg vas csákányt is adjál nekem. Jó. Most azt hadd égessem el. Jó. Ez a kőcuccokat nem tudom elégetni?
Ja, zabálnom is kéne. Szomszéd gyerekek kinti ordítozása tökéletes aláfestő zene egyébként a Minecraftozáshoz. Na, a búzából mit tudok csinálni? Tehát egyébként mi az értelme annak, hogy búzát csinálok? Gyanítom kenyeret, de hogy? Kemencébe? Nem. Hogyan kell? Mi a crafting table-be kell? Kenyér. Aha. Jó. Na, mi legyen a következő feladat? Aludjunk egyet például. Vidd ki a játékot. Hova vigyem ki? Az udvarra? Mi? Már fél hét van? Jézus Istenem. Hát hogy ment el ennyi idő? Na jó, hát akkor már nem csinálunk semmit. Bocs. Édes Istenem. Ez repül az idő a Minecraft-tal. Na, hát ennyi volt mára. Hát nézzétek meg az epikus gamer házat, az epikus gamer kertel, az epikus gamer kert kapuval, hát én szerintem erre születtem. Epikus gamer fák, bárányok, jenő, vízi zombik, ott egy creeper, meg ott éppen 4-20, ott perzselődik egy zombi. Hát csodálatos, egyszerűen csodálatos. Tehát ha értékelnem kellene a művemet, egy olyan 10/10 körülbelül. Hát köszönöm szépen mindenkinek, aki epikus volt annyira, hogy velem tartott meg minden. Rengeteg csókot tudok küldeni. Henló. Ez az én játékom. Henló. Na, amúgy hogy tetszett, srácok? Gamer Week. Igen, egyébként mondtam nektek tegnap vagy tegnap előtt, hogy onnan jött, hogy PewDiePie is elkezdte nyomni. Nem, hát remélem, hogy egy jót nevettetek, az volt a lényege igazából a dolognak. Meg egyébként én szerettem a Minecraftot régen is, inkább haverokkal, az úgy vicces volt így együtt építkezni, meg ilyenek. Zseni volt. Jézusom, Avid, te ezt nézted? Jézusom. Lida Kor, köszönöm szépen a csírt, és nem tudom, neked is köszi. Úristen, mennyi csíről lemaradtam. A homokblokkoknál csak én égtem jobban kiíja. Köszi, és nem tudom, pingvines bennőrt mikor akarsz csinálni? Nem tudom. Epikus gamer livestream volt. De amúgy melyik a jó verzió? Tehát azt honnan kell megvenni a jó verziót? Lesz-e még folytatás? Nem tudom. Nem szabad ezt túlzásba vinni. A javás. De azt honnan lehet megvásárolni? Tehát én értem, hogy encore, de hogy komolyan. De mi, nincs launchere? A Minecraft.net-en kell megvenni? Ezt a szart. Há, én nem tudtam, hogy ilyen van. Köszi. Ja, bocsi srácok, közben a bot kitörli, mert hogy csak szabok tudnak linket küldeni, de láttam, szóval köszi mindenkinek. Tudom, hát én az MS Store-ból vettem, mert nem tudtam, hogy honnan lehet. De ja, az a Java Edition, az a jó. De miért az hamarabb frissítik, vagy az miért jobb?
az ilyen tört szerverekkel hagyjatok, mert a tört szerverek arra jók, hogy anyukátok pénzét elvegyék a sok fizetős fossal. Azoktól ki vagyok. Tele van ilyen magyar tört szerverekkel, és vegyél 5000 forintért, nem tudom, mit tudom én, milyen extra szetteket, ne játszatok ilyen fosokon, ez csak pénzlehúzás az egész. Be kell iktatni a Minecraft pénteket, Jézusom, ne. Jobban illeszkedik PC-re. Annak nem ratyi a kezelőfelete, lehet modolni, jobban fut. Aha! Több minden van a javás verzióban, rengeteg jó eredeti szerver. Aha! Az rendszeresen van frissítve. Szia, kukat, Fyrex. Szia, Marci, rég láttalak, szevasz. Pont a végére gyűjtél, de gondolom annyira nem sajnálod, hogy lemaradtál az epikus Minecraft streamről. Majd megnézem ezt a javás történetet. Minecraft Monday. Nem, amúgy eskü, jó ez a játék. De nem lesz sok Minecraft, mert ne haragudjon meg senki, aki 16 év, 12 éven aluli, vagy tehát, hogy a Minecraftot tudjuk, hogy milyen sokan nézik kisgyerekek, és nem akarok túl sok kisgyereket. Semmi bajom a kisgyerekekkel, csak tudjátok, hogy hogy van ez. Én már öreg vagyok, mint az univerzum. Most senki ne sértődjön meg, aki gyerek és pici, de nem. Öreg vagyok én már óvó bácsinak, hiába jó. És tudom, hogy nagyon sok felnőtt, meg idősebb játszik a Minecraft-tal, én tudom. Én azért mondom, hogy nem rosszból mondom, csak na. Tudjátok, hogy milyen türelmetlen bunkó paraszt vagyok. Hogy bírnám én azt állandóan, hogy minden gyerek inasba rak. De nem tudom, lehet, hogy lesz még amúgy, nem tudom, de ne legyen ez most, mikor lesz Minecraft, majd ha lesz, akkor úgyis tudni fogtok róla. Az tény, hogy így is van sok kisgyerek, tehát tudom, mindennel játszik sok kisgyerek, de nincs baj a sok kisgyerekkel, de... Chat nélkül kell nyomni, persze. Mi értelme a streamnek, ha nem tudok veletek beszélgetni? Na, de ennyit már a srácok, tényleg megyek. Ti is pihenjetek, vagy gémeljetek, vagy ami a terv így péntek estére. Hétfőn találkozunk jövő héten, ha minden igaz, még fogalmam sincs mikor, de gondolom, ha más nem, akkor hétfőn 2-kor. Aztán hét második felében nem leszek, illetve lehet, hogy csak pénteken nem leszek, mert megyek le Debrecenbe, úgyhogy azt még nem tudom. De hétfőn tuti találkozunk. Bence, köszönöm szépen a csírt! Nincs kedved az én kedvemért holnap egy egész napos streamet nyomni. Hogy legyen mit nézni, unatkozok itt fekve már. Holnap megyek Avithoz vendégségbe, úgyhogy nem leszek holnap, Bence, de jobbulást, pihenjél. Nézd a VOD csatornát, biztos volt, amiről lemaradtál. Igen, megy a havi jelentés a KFT-nek, így van, így van. Na jó, úgyhogy nem lesz holnap stream, nem vagyok holnap. VR-ékhoz mész Debrecenbe? Ez így ebben a formában nem egészen pontos. De nem árulhatom el, hogy hova megyek. Szerintem ki fog derülni, vagy nem tudom, de... Nem videózni megyek meg ilyenek. De nem az én tisztem erről mesélni. Úgyhogy no. Na, srácok! Puszi a pocitokra, csók a családnak, találkozunk hétfőn, szép hétvégét nektek, szevasztok, pappá!
ennél valami epikusabb gamer zene kell.